Bárhonnan is nézzük, bárhogy is sikerül majd a közelgő olimpia, a paksi cselgáncsozó hölgy a 24 éves Pupréka számára felnőtt versenyzőként már az idén komoly szintet lépett. A rangos Grand Slam tornákon elért bronzérmeit megkoronázta azzal, hogy a közeli napokban lezajlott portugáliai felnőtt Európa-bajnokságon szintén bronzérmes lett. Élete első felnőtt EB érmét szerezte, ráadásul úgy, hogy csak egy meccset, a negyeddöntőt vesztette el, mégpedig egy top versenyzőnek számító olasz judós ellen. És azt is a hosszabbítás utolsó percében, mégpedig egy véleményes harmadik intéssel. A Vigaszágról két nyert meccsel vívta ki a harmadik helyet az ASE judósa egy valóban szintén emlékezetes összecsapáson egy spanyol versenyzővel szemben, hátrányból fordítva. Hosszú folyamat volt, míg a juniortól elértünk ide a felnőtt Európa-bajnokságig, azért ez egy nagy szintlépő. Úgy gondolom, hogy egy felnőtt Európa-bajnoki érem az már tényleg azt jelenti, hogy az ember olyat tett, amivel majd később azért már megjegyzik talán a nevét, remélhetőleg, vagy bízom benne. A negyed döntőben az 52 kg-os súlycsoport egyik európai kiválósága, az olasz Gianfranca volt az ellenfele. Réka csak a hosszabbításban és egy szerinte erősen véleményes intéssel maradt alul, olyan teljesítménnyel, miután nem elfogultság állítani, hogy az elődöntőben vagy a fináléban, ha eljut oda, bárki ellen lett volna esélye a súlycsoport döntőjében. Szerintem nem sokan számítottak rá igazából, hogy ez ilyen kiegyenlített mérkőzés lesz. Tényleg nem sokan múlt, és nem vitatkozom az én intéseimmel. Azt egy kicsit erősnek érzem, hogy három semmi intéselő jobb volt nálam, mert ezt így nem így érzem. Úgy érzem, hogy azért ennél sokkal kiegyensúlyozottabb voltam, és közelebb voltam hozzá, de igazából ennek most így kellett lennie, igazából ő volt a nagyobb név, őt úgymond védték egy kicsit, azért az ő pártján voltak, de úgy érzem, hogy ez elég pozitív dolog, hogy vele ilyet tudtam menni, és bízom benne, hogy legközelebb meg tudom csípni. Ezt az olaszt az aranymeccsen legyőzte egy francia, a szerénységéről is híres paksi judoka állítja, egyik sem jobb összességében nála. Nem félek tőlük, mert a franciával is már küzdöttem többször is, most sikerült végre az olaszszal is versenyen küzdenem, és tényleg úgy érzem, hogy egy apró pici dolgokon múlik, amit remélem most így sikerül majd kitalálnunk, kiokoskodnunk az Ákossal, úgyhogy bízom benne, hogy nem lesz itt gond. Azt mondja, a felnőtt szintű előrelépésének, nemzetközi versenyképességének hátterében a mentális téren való előrelépés áll, amire jó példa, hogy a bronzmeccsen egy spanyol ellen hátrányból tudott fordítani. Az sem mellékes, hogy a járványhelyzetben, verseny nélkül, mint mondja, végig komolyan melózott. Ma már nem csak Csernovicki Évára, Karakas Hedvigre, Özbás Szofira fókuszál a női cselgáns kapcsán a közvélemény, hanem Pupréka is bizony bekerült a köztudatba. Így a közelgő június elején esedékes budapesti kvalifikációs VB-n vele is számolnak, mint akár éremesélyessel. Egy pozitív visszacsatolás, hogy most már a magyar mezőnyben számítanak rám, hogy azért a világversenyekről éremmel vagy közel éremmel tudok hazajönni. Úgyhogy igazából ez mindenképp örömmel tölt el, és ez egy pozitív töltés, hogy igen, hogy nekem is ott a helyem, és nem csak magamtól várom el, hanem a külvilága, a vezetőség is ezt várja el. Az olimpiai főpróbát jelenti számára a magyar VB, amelyen már ott lesznek az ebben a sportágban minden súlycsoportban komoly tényezőnek számító ázsiaiak. Pupréka, mint a technikás judó jeles képviselője, nem tart tőlük, felettét kíváncsian várja az ellenük esedékes küzdelmeket.